A lélek és a szellem táplálása mellett a test egészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Üdvözlöm a barátaimat, a szövetségeseimet, mert azok vagyunk, és soha nem fogják elfelejteni, hogy találkoztunk még ilyen öreg testben, hát egy jelmezt, azt nevet az ember. De mindenki visszajött, és vissza fog jönni egy olyan forráshoz, ami kimeríthetetlen, mert merített valamit, megízlelt valami nektárt, valami ambróziát, valami szérumot, ami csak ebből a korszakból termelődhetett ki, az újból, a hasonlíthatatlanból, az örökből. Mert mi kevesebbel nem érhetjük be, mint a tökéletessel. A felé tartunk, nagyon messze van tőlünk, de feléje tartunk, és megvannak az eszközeink hozzá, és nem tévedhetünk el, mert ott forog a sziderikus tengerben, nagyon messze forog a kilátótorony. A fény mutatja az utat, megyünk a fényhídon feléje, hogy egyéni utakon természetes, minden út egyedi. De mi türelmesek vagyunk, mindenki azt csinálja itt, amit akar. Csak éppen tudja, hogy része az egésznek, a nagy egésznek. Nem egymás ellen dolgoznak a szervek, hanem az egészért, a hatalmas egészért, ami része a világ mindenségnek, része a biosznak. Mi is láncszemei vagyunk, mi is kiskozmoszok vagyunk, különbözünk egymástól, de összetartozunk. Egymásért dolgozunk, nem egymás ellen. És a lélek orvosai vagyunk, mert nagyon nagy szükség van ránk, a földbeteg. A földet meg kell gyógyítani. A föld az egyébben gyógyul, a tömegben nem, soha. És nálunk vannak a szérumok, a nagy szérumok. És egy olyan fajta valamit árulunk, ami nem anyag, lebegő, finom eszmeiség, aminek az a tulajdonsága, hogy nem fogyó eszköz. Minél többet adunk belőle, annál inkább növekszik rengeteg dimenzióba, tárul, és összetartozik minden dolog egymással. Nem egymás ellen élünk, türelmesen fogadjuk, hogy az egyik dobol, hogy fékezett akarattal a fizikai síkon az erőit levezesse, és ne rossz irányba, az használja fel őt, ő használja fel ezt az erőt. Van, aki a szellemi dolgokkal, a lelki dolgokkal, az érzelemvilággal foglalkozik, tisztít, sublimál, minden vágyat nem lent önt el, hanem művé teszi, költőivé, csodálatos tanulmányokká, művekké teszi. Talán, ezt ki lehet mondani kereken, és nagyon jól megfogalmazva, hogy az individualizált ember soha nem volt annyira közel ez a spirituális, kimeríthetetlen forráshoz, mint most. És a tömeg soha nem volt olyan távol tőle. De nagyon sokan individualizálnak, leszakadnak a tömegből, fiatalok jönnek hozzánk, nem tudjátok elképzelni, milyen leveleket kapok, milyen himnuszok. És mind az összefüggésekben gondolkodnak. Ezért vagyok itt veletek, mert én is ezt kínáltam, ezt a kínálatot, erőszak nélkül. Semmi más nem kell, ugye nincs egzám, nem kell, nem kívántok. Hát aki ezért nyúl, az valamiképp művelt lehet, nem? Tehát a fogalmi nyelv nem nehéz neki. Az valami alapja van már. És akkor az választ, és maga építi fel a maga világképét. Kínálatból, erőszak nélkül, igaz? Választja. Mindenki, de mindenből kaphat.
alapfogalmakat kell tudni. És nyitott szabad kínálat van, szabad egyetem. Hát én nagyon szeretettel, nagy szeretettel üdvözlöm azokat, akik visszajönnek, van ugye, igen, akik visszatérnek hozzám, azok hazajöttek. És azok tovább folytatnak egy utat, mert megtalálták a fő motivumokat. Hát tovább építkeznek, azért mindenből kell egy kicsi, kell egy kis művészet, kell egy kis tudomány, kell egy kis bölcselet, hát egyik a másik nélkül nem működik. Hát ez nagyon jó együttes, ugye ezt tudjuk. Hát én nagyon örülök nekik. És örülök az érdeklődőknek, mindenkinek, aki jön, mert véletlen nincs, és nem véletlenül találtak ide. Hát, ha hazatalálnak, egy mondatban, ami éppen nekik íródott. Nagyon sok olyan levelet kapunk, és te is nyilván kapsz, hogy ezt maga nekem írta, ugye tudod, hogy nekem a cikkedbe, neki felelsz. És nem is neki szóltál. Ezek nagyon fontos üzenetek most ebben a felgyorsult, vízöntő korszakunkban. Ebben az uránikus korszakban, amikor bombák ketyegnek mindenütt. De hova lehet ebből menekülni? Magasabb dimenzióba. Idő az egy relatív dolog. Mert ki nem érte még át közöttetek, hogy néha 5 perc jelent egy évszázadot, egy nagyon kellemetlen súlyos tartalma, amit múljék már el, ugye? Egy szörnyű, nehéz időszak. És vannak gyönyörű évek, amik egy percnek tűnnek, holott 50 év telt el, komolyan tegnap voltam 17 éves, meg 20 éves, meg ilyesmi. Meg 9. Ott járok, a múltba sétálok. Időbe sétálok, ezt mi csináljuk a mi időnket? Ez relatív idő. De vannak más időkategóriák. Na most a tudatnak egy kis részét mutatja csak a ráció, mutatja ezt a logikát, de ott van a másik oldalad, a jobb oldala, befogó, az intuí, mi az intuíció? Meg tudod markolni? Meg lehet markolni a gondolatot? Pedig van. Hát minden mögött hazám. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök a VNTV-t, Vivonatúra televíziót láthatják, és más hangszeretettel, sárgás adássorozatunkban nagyon nagy szeretettel, Paulinyi Tamás köszöntöm a stúdióba. Köszönöm a meghívást. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, aki Tamást még nem ismeri. Tamás író, pszichikutató, a Szintézis Szabad Egyetem igazgatója. Nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik, önismerettel, alváskutatással, laborja van, álomkutatással, álomterápiával. Tényleg a para jelenségeket már több mint 30 éve kutatod. Én nekem ez az egyik nagy kedvencem tőled, amit a halál közel élményekkel kapcsolatosan ki lehet téged faggatni olyan titkos dolgokról, amikre mindenki kíváncsi, de senki nem nagyon merészkedik a közelébe, meg hát ez nem is annyira jó játék, nem veszélytelen. És nem csak a Szintézis Szabad Egyetem megalapítása kötődik a nevedhez, hanem van egy ilyen is, hogy Szepes Mária Akadémia. Én nem tudom, hogy maga ez az akadémia, ez még ma is fennáll-e így ebben a formában, viszont te nagyon nagy szerelmese vagy, tanítványa vagy, kapcsolatban vagy, talán még ma is Szepes Mária nénivel, aki bár ugye fizikai testben nincs közöttünk, de mindig azt mondta, hogy mindig ide vissza fogunk térni, mindig újra találkozni fogunk, és hogy azért jövünk ide-vissza, mert aki egyszer megkóstolta ennek a létezésének a csodálatos nektárját és forrását, az ide mindig visszavágyik. És te nem csak ezt a rengeteg minden elfoglaltságodat, verses könyveid vannak, sámándoból, ezt tényleg elképesztő a paletta, de mindemellett Szepes Mária néni a szívednek a kis kertjében ott van, és mindig ápolod őt, és élteted, és megemlékeztek, és folyamatosan dolgozol ezzel. És átadom neked a szót, hogy ma Szepes Mária néniről beszélgessünk, hogy kötődsz hozzá, miért tartod fontosnak, még ma is ezt, hogy éltessük őt, és idehozzuk, és ide a stúdióba is, behívjuk az ő kis szellemét, és hadd örüljön annak, hogy az a fény, amit ő itt hagyott ránk, az továbbra is ragyog. Hát teljes mértékben igazad van. Tehát ő, aki mindig hangsúlyozta, hogy a lélek halhatatlan, vagyis bizonyította, ha más nem,
maradandó életművével. Tehát hívják őt, nevezik őt az ezotéria nagyasszonyának is. Hát ez biztos, hogy így is van. Kicsiny hazánkban abszolút nagyon sokaknak várt ő. Elsősorban a Vörös Oroszlán című könyvével, a beavató mesterévé. Hát én mélységesen megtiszteltetve érzem magam a sors kegye által, hogy nem csak egy időben élhettünk, hanem egy jó másfél évtizeden keresztül egy viszonylag szoros személyes kapcsolatot tartottunk. Én 1989-ben derék volt, találkoztam vele először, és 91-ben már a verseimhez adott tanácsokat, ott ültem nála a Júlia utcai Delfoi Jósdába lakásán, és amikor megalakult az iskolánk, a Szintézis Szabad Egyetem, hát a legnagyobb örömünkre ő lett az alapító fővédnök, ami egy örökös státusz, világos, tehát alapító fővédnök, az alapító fővédnök. De, ahogy mondtad, egy halhatatlan érzés kötődik hozzá, nem csak a tanításaink keresztül, hanem valahogy az egész szelleméből sugárzott, 90, akárhány évesen, egy ilyen 100 évig élt, ugye. 1908-ban született, átélte a 20. századot, és 2007-ben halt meg, de csak a teste halt meg. Tehát hiszem, azt álmodok is néha vele, hogy itt van, ott van abban a világban, ahol egy bizonyos szinten mi is ott vagyunk, csak a szemünk nem látja. Ez kell az álom, ehhez kell ez a különös intuíció sejtés, hogy gondozza, vigyázza a veteményeket, beleírta az iskolánkat is. Tehát Mária néni nekem mindig egy varázslat volt, nem csak nekem. 30 évesen jártam hozzá, Júlia utcában, ott ült 90 évesen, és ő adta az energiát, ő tanított, sugárzott. Elképesztő lény Szepes Mária, és most szándékosan nem a lény volt kifejezést használom. Nagyon sok közös emlék van bennem Máriával, Mária nénivel, hát így hívja mindenki a szűkebb körben. Mesélhetek egyébként, de kérdezd, amit szeretném. Igen, az akadémiát, hogy ugye, igen, hogy mi igen, az, igen, amivel valóban te fel tudod tartani azt, hogy az ő kis szellemisége világos folyamatosan éltetve legyen. Na, kezdjük azzal, hogy létezik egy Szepes Mária alapítvány Almási Csaba elnökletével. Ez Mária néni életében megszületett, és azzal a céllal jött létre, hogyha ő már nincs közöttünk testben, fenntartsa az ő életművének az ismertségét, könyveket adnak ki újra és újra, régebbi könyvekből, erről majd még beszélünk most, egy posztumusz új könyve jelenik meg, ami még nem látott korábban napvilágot, és mi nagyon jó kapcsolatot tartunk a Szintézis Szabad Egyetem, a Szepes Mária Alapítvánnyal. És közösen hoztunk létre egy olyan platformot, aminek a neve a Szepes Mária Akadémia. Tehát ez két társaság, az alapítvány és a mi Szabad Egyetemünk, Egyesületünk tartja életben. Időszakos rendezvényeink vannak, ugyanide tartoznak előadássorozatok. Volt egy nagyon szép megemlékezés tényleg olyanokkal is, akik már nincsen köszönjük. Ott volt még Wenzel Vera, aki eljátszotta ugye a Vörös Oroszlán színpadon egy monodrámában. Volt erről színpadi mű? Volt bizony, Botor Böbe rendezte. A Vörös Oroszlán ezt a hatalmas művet, sokszereplős művet képes volt zseniálisan Böbe megrendezni egy kétórás monodrámaként, ahol egyedül Wenzel Vera, egy csukjás, törékeny kis idős asszony, akik nekem mindig az egy gyerekszem marad meg belőle az egri csillagokból, előadta, vetített háttérre képekkel, és tökéletesen sikeredett. No, szóval egyrészt az alapítvány évente kioszt Szepes Mária díjakat, másrészt pedig velünk közösen a Szintézis Szabad Egyetemmel időszakos rendezvényeket szerveztet, ezt kell tudni a Szepes Mária Akadémiáról. Neked is van díjad? Van, és erre nagyon büszke vagyok, hogy mi ez a díj, az is egy jó kérdés, hát kik kapják ezt a díjat? Ki, igen. Az alapítvány, aki ugye teljes meghatalmazással bír Mária néni életműve fölött, és azzal a megfontolással hozták létre ezt a díjat, hogy olyan emberek kapják,
akiknek a munkássága kötődik Szepes Máriához, az életművük, és igazán letettek az asztalra dolgokat, spirituális értelemben, művészi, írói, újságírói, és a többi, és a többi. Annak idején, amikor mi ezt, meg nem mondom, melyik évben megkaptuk, van már ennek 10 éve is talán, Vásári Tamás kapta meg, ugye, karmester, zeneszerző, Füries Kati, kollégám a szintézisen és kalapító, és jó magam. Tehát ez is egy nagy megtiszteltetés számomra. Nagyon meglepett, és nagyon boldog vagyok, hogy ebben is ez a kötés tovább létezik. Tamás, 119. évforduló lesz most, ugye? 116. évforduló lesz. 116. bocsánat. Mennyire aktuálisak ma Szepes Mária néni művei? Mindig aktuálisak. Tehát halhatatlan érték van bennük, és ezt azért gondolom így, nem vagyok vele egyedül persze, mert Szepes Mária mindig is hangsúlyozta, hogy nincs tömeg megváltás, csak egyéni megváltás van. Nagyon sok, nagyon különféle ember él egy időben a Földön. Lelki értelemben, lelki fejlettség értelemben óvodások, iskolások, egyetemisták, kezdők, profik, pályavégzők, és újra és újra ismétli magát a történelem. Tehát az egyén életeken átfejlődik, járja az iskolákat. És ilyen értelemben ezek a tanítások, amik az örökké valóságnak íródtak, mint tankönyv az ember számára, hogy hogyan haladhat vissza a fény felé, abba az egységben, amiből egykoron kiszakadt, mindig is aktuálisak lesznek. Na most más kérdés persze, és valószínűleg erre gondoltál, hogy egy adott politikai, társadalmi, kulturális helyzetben mennyire nyitott mondjuk a nagyobb közönség. Hát tudjuk azt, hogy Mária néni annak idején, háború után egész a rendszerváltásig, ilyen szamizdatként adta ki a könyveit, és volt egy titkos vasárnapi iskolája, amit rejtegetni kellett, mert abban az érában, ugye, Kádár korszakban, Rákosi meg Kádár korszakban, hát ez nem volt nagyon megtűrt dolog, a spiritualitás, mint olyan létezhet. Aztán jött a rendszerváltás, jött az ezotéria hazai térhódítása, na most persze akkor elismerték, megismerték. Most egy különös korszakot élünk, nem tudom innen, túl közel állok hozzá pontosan megítélni, de azt gondolom, hogy hál' Istennek egy nyitottság a korábbi időszakhoz képest megvan. Tehát a Vörös Oroszlánt a háború előtt kezdte, második világháború előtt kezdte írni, és él, és él, és él. Ez a könyv ugyanerről szól, korszakokon keresztüli fejlődéséről az emberi léleknek. Azt mondta Szepes Mária néni, még amikor egy nagyon csodálatos videójában láttam, ami azért nagyon jó, mert hallani azt, ahogy ő beszél. Tehát amikor én olvasom a könyvét, ugye az én belső hangomon olvasom általában, ha nem ismered ugye személyesen a szerzőjét, és ő valami olyan látsággal és finomsággal tudott lelket önteni, lelket verni az emberekbe, és ő azt mondta, hogy ez a mostani korszak olyan, hogy az egyének még soha nem álltak ilyen közel a végtelen tiszta forráshoz, ugyanakkor a tömeg még soha nem állt ennyire messze tőle. Mit szólsz te ehhez? Hát mondják a spirituális körökben, és ez egy nagyon régi meggyőződés a spirituális világban, hogy sajnos most a sötét korban élünk, vaskorban, lehanyatlott a szellemi, lelki színvonal az emberiségnek a néhai úgynevezett aranykorhoz képest. És ez furcsa ellentétben áll azzal, amit a mai ezotériában és New Age-ben nagyon sokszor hangsúlyoznak, hogy egy szellemi emelkedés zajlik, tehát közelgünk egy tisztább szellemi világhoz, fogalmazzák ezt sokféleképp, hogy a rezgések egyre finomabbak lesznek és intenzívebbek. Én nem tudom. Én azt látom, és ez egy személyes vélemény, hogy az emberiség nem sokat változott az ismert írott történelembe, hogyha visszatekintek az ókori Rómára, az akkori politikára, az akkori művészetre, az egész társadalmi berendezkedésre, szinte ugyanazt látom, mint ma, csak kevesebb technikai eszközzel, hogy úgy mondjam, most veszélyesebbek vagyunk. Tehát a környezetszennyezéssel,
nukleáris háttérrel, annyi mindennel. Az tény, hogy most nagyon veszélyes vizeken evezünk, de ugye ahol legnagyobb a sötétség, ott kell, és ott ébred a fény. Hát most bízunk ebben. Szepes Mária néni azt is mondta, hogy az atombombák elől egy irányba lehet csak menekülni, fölfelé a dimenziókban, tehát a felsőbb dimenziókba, és azért szeretek veled ezekről beszélgetni, mert ugye te alváskutató és álomkutató is vagy, és ezért nagyon jól tudod, hogy amikor az emberek nagyon sötét, mély álomba vannak, ugye ez a sötét korszak, azért tudod, hogy jobb esetben egy ébredés követ minden sötét, mély alvást. És ugye ez az ébredés, mind az ezotéria, mind a spiritualitás ebből a nagyon mély sötét álomból való megébredést próbálja kicsit támogatni. Most már tudjuk, hogy ezért sürgetni nem annyira lehet, de mondjuk, ha ég a ház és előbb kell felkelni, akkor igenis valakinek nem árt, hogyha van szerencsénk, hogy valaki szól nekünk. Mi az, amit ebben az évben tervezel, Tamás, hogy Szepes Mária néni emlékének az éltetésével hogyan próbáljátok a lelkeket ébreszteni, lelkesíteni, hogyan próbáljátok a világosság felé vinni ebben az évben? Hát több módon is. Tehát egyrészt mi folyamatos kapcsolatban vagyunk, mint említettem, a Szepes Mária alapítvánnyal, és minden egyes évben van valamilyen szintű megemlékezésünk. Most itt ugye a pandémia korszakában ez csak online volt, stúdiókban, tavaly Szepes Mária néni lakásáról történt közvetítés, de most idén viszont egy személyesen is látogatható nyitott nap keretei közt fogunk egy emlékműsort tartani az alapítvány közreműködésével, és ez pontosan Mária néni születésnapjára esik. December 14-ére, 116. évfordulóra, ő most a 116 éves Barnak Lislánya tréfás népdal után, és az egész nap témájához kötődik. Nekünk ugye van egy iskolánk, a Szintézis Szabad Egyetem. Sors úgy hozta, a 7-én akartuk a nyitott napunkat tartani, oda terveztük, hogy nem jó a 7-e közölte a helyszín, 14-ét tudják csak adni. Nagyszerű, ez pont Mária néni születésnapja, és eleve a témák a fény születés. Erről majd, ha gondolod, pár szót szívesen szólok, mert ez is mindenkit érint az ünnepek előtt, a leghosszabb éjszaka, ahol születik a fény. Úgyhogy a délelőtt ez a szintézis rendezvényeké ugyanúgy a fényről szól, amiről Mária néni tanított, és a délután pedig kerekasztallal, előadásokkal, az új kötetéből, újonnan megjelenő, eddig kiadatlan kötetéből, idézetekkel, színművésznőkkel, zenészekkel, egy nagyon szép napnak nézünk elébe. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig, hogy egy régi konferenciánknak az anyagát Facebookon mindenki számára ingyenesen meg lehet tekinteni Müller Péterrel, Vásári Tamással, említett módon kerekasztalban, Vencel Verával, Katona Klárival, ők mind kötődtek Mária nénihez. Tehát igen, csak azon vagyunk, hogy itt az anyagvilágába is életbe tartsuk, de egy picit még hadd utaljak vissza erre az álom dologra. Nem vagyok alváskutató, az álmokkal valóban elmélyülten foglalkozom, tanfolyamokat tartok, figyelem és kutatom a parapszichológiai képességekkel való összefüggéseket, és azt gondolom, hogy egy önálló értékű valóságról beszélünk az álmokban. Nem csak a nappalainkat tükrözik az álmok, hanem a nappalaink is tükrözik az álmainkat. És ha ezeket a nappalokat álomszerűnek tekintjük, valahogy inkább érezzük, hogy szabad kezünk van az alakításához. Fel lehet ébredni a sötétségből. És erről szól ez a szombati nap, december 14-e. Ébredjünk fel a sötétségből. Rosszat álmodunk, mint Shakespeare a Vihar című művében, hogy Prospero ugye a lányt vigasztalja, csak álmodsz, ébredj fel és cselekedj. Mária néni mindig hangsúlyozta, hogy a cselekvés fontossága, elsőrendű. Azt mondta, így mondta, hogy a pokolba gurulni is lehet. Fölfelé kapaszkodni kell, mászni kell, haladni kell. Tehát ezt ne felejtsük el, és az ünnepek, a karácsony,
mind egész más rálátást kap, hogyha azt érezzük, hogy ez a fényszületésének az ünnepe, a téli napforduló, ahonnan már egyre hosszabbak lesznek a nappalok, na erről szól ez a bizonyos nap. Azt ígérted, hogy egy kicsit elmondod azt is, hogy miről fognak az előadók beszélni? Hogyne, nagyon szívesen, boldogan. Tehát ez egy egynapos program, 14-én egyébként Kőbányán zajlik a Kőrösi Csoma Kulturális Központban, de ha valaki mondjuk vidéki, vagy akár külhoni, online közvetítési lehetőség is van. Délelőtt egy kis kerekasztal, Nógrádi Csilla álom szakértő, igen, nagyon is, klinikai szakpszichológus is, jó magam, tartjuk, Hoffmann Gergely Tarbence László bejelentkezésével, bennünk élő fényről, arról, amiről most is beszéltünk. Aztán Tarildikó következik Mária nénivel, egy komoly kapcsolata volt, hogy mit jelentenek az újjászületések, a minden évi napfordulók, a csökkenő és növekvő fény, és a többi, és a többi, a mítoszokban, az emberi sorsokban. Paksi Zoltánról valószínűleg sokan hallottak, ő az a zófus, és az aszofiai vonatkozásokról beszél, és hogy mik az ünnepeknek, a napfordulónak a jelentései. Aztán egy íróházaspár délután, Deres Anita és Gárdonyi Zsolt, arról beszél, hogy mik a spirituális tévútak, mert bizony vannak olyanok, és mik a kiutak, és ehhez bizony felolvasnak Vörös Oroszlánból, tehát hogy mi az a fény elsötétedése a jelenkorban, és hogy lehet kiutat találni. Utána Kis József Zsolt, őt is biztos sokan ismerik, asztrológus, utunk a fény felé, tanításokról, ébredésekről szól, lehetőségekről és felelősségekről. Itt is Mária nénit látom testetlenül a háttérben, hogy figyel és erőket ad. És aztán lesz egy gyönyörű kerekasztal beszélgetés, Kondor Katalin lesz a moderátor, Almási Csabával az elnökkel, alapítvány elnökével, Kaló Jenővel, ő is ugye asztrológus, jungiános gondolkodó, NLP-mester, jó magammal, és lesz bejátszás Mária nénitől. Mindig olyan boldog vagyok, meghallom a hangját. Olyan, mintha még mindig ott ülne örökkön a Júlia utcai szinte trónjában, és tanít, mert szemeivel nem lát, már majdnem 100 éves, és olyan erők, és olyan izzó szenvedélyek vannak benne, hogy le a kalappal. És ez átjön a videón is. És Bistei Zsuzsától és Árkai Mártától is lesz bejátszás, és végül, de nem utolsó sorban, felolvasás az új verses kötetből, amivel nagyon különös kapcsolat köt össze engem, amúgy Kakasi Dóra színművésznőt és Bodor Böbét halljuk majd, Kelemen Béla gitárművész közreműködése. Ez a nap, a verses kötet pedig egy külön sztori, nem tudom, van-e idő arra. Légy szíves, szeretném tudni. Na, ha Mária néni, Szepes Mária és Paulin Tamás történetét nézzük, ez egy rendkívül különös és egyedi sztori. Említettem, hogy 90-es évek elején ismerkedtem meg közelebbről Mária nénő, és a verseimre figyelt fel. Voltak kedvenc verse, és voltak, amire azt mondta, hogy Tamáskám, ezt itt én másképp csinálnám. Ott azt a sort bele kell neked rakni? Vagy ezt a verszakot nem hagyjuk ki? Ő írta a Fény hangjai című első kötetemhez, verses kötetemhez az előszót, ugye végig a fényről beszélünk, fény születése a hétvége, egy fényt látunk a háttérben, és mondtam, hogy de. És telt az idő, én akkor 29 éves voltam, ő nem is tudom, 88, nem tudom most kiszámolni hirtelen, és elment közülünk, ugye testben átment, így mondják, átlépett, 2007-ben, és most 2024-et írunk, és összegyűjtötték Kovács Julika az alapítványtól azokat a verseket, amik még nem jelentek meg. Ebben vannak olyanok, amit közvetlenül halála előtt írt, majdnem 100 évesen, és vannak olyanok, amiket 18-19 éves kis fiatal lánykaként, kis fiatal zseniként, és odaadták nekem, óriási megtiszteltetés és bizalom, hogy legyek az irodalmi korrektor. Ez azt jelenti, hogy bizony a korrektornak, ha kell, bele kell nyúlni a versekbe. Azt mondja, hogy Mária néni, nem lehetne, hogy ezt a sort másképp írnánk, vagy itt egy szinonimát kicserélnénk. És azt éreztem, hogy Istenem, a sors, annó egy 29 éves fiú, egy 88 éves, mondjuk így nénivel, Mária nénivel, ugyanebben a helyzetben, most pedig én 63 éves leszek,
és a 18 éves kori versei vannak a kezemben, és meg kell mondjam, hogy nagyon tetszenek a fiatalkori versei. Magam előtt látom azt a lányt, és magam előtt látom ezt a 99 éves, mélységesen öreg, lángoló szívű prófétát, aki Mária néni volt. És bele-bele nyúlt, amit ott utólagos engedelmével lesz, ez egy kérés is minden irányból, és fantasztikus élmény volt, nagyon nehéz feladat volt, és éreztem hátam mögött, hogy ott áll. Tehát a fény harangjáték, a tessék, fény, 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 fény. Ez a címe a kötetnek, most jelenik meg, amikor a felvétel készül a napokban, úgyhogy természetesen ezen a rendezvényen már kin lesz, 280 valahány vers van benne, nem semmi. Úgyhogy ezt el kellett mondjam, és még egyszer köszönöm mindenkinek a bizalmat, és Mária nénnek azt a különös jelenlétet, amit meg kell mondjak, végigéreztem ebben a munkában, ott állt mögöttem, és olyan álmot láttam ebbe a korszakba, a javítás és a foglalkozás korszakában, ami lenyűgöző volt, hogy az álomhoz is kössem. Együtt sétáltunk és beszélgettünk, és olyan túlvilági szépségű mezőkön barangoltunk, hogy ezért külön köszönet úgy fölfelé is. Tamás Mária néniről csak himnuszokban lehet beszélni. Igen, ő is egy himnikus lény volt. Igen, és tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt a szenvedő lelkeket ezekkel a programokkal is világosságra, ébredésre hívjátok. Másrészt régen, amikor még annyira tiltottak, titkosak voltak ezek a tanítások, hogy más is van, mint ez a szörnyű. Az emberek megszokták, hogy mindenki fapufával, szomorúan, szenvedő arccal, fegyelmezetten, csak titokban próbál meg egy kicsit éldegélni, csak titokban próbálja egy kicsit jobban a fantáziáját. Még talán az álmainkat sem mertük annyira szabadon engedni, mondjuk azt annyira nem könnyű korlátozni. De amikor elindult ez a nagy ébredési hullám, arra gondoltam, hogy ajaj, és mi lesz ezzel a sok ébredővel? Hova fognak járni majd szórakozni? Mit fognak olvasni? Mit fognak enni? Kikkel fognak találkozni? Kik lesznek azok, akikkel majd élni tudják közösen ezt az ébredet, ezt a már kinyíltabb életet? És szerintem fantasztikus, hogy ennek a magasabb dimenziónak már egy teljes életterülete van. És ezek a programok pontosan ezt is képezik, tehát nem csak aki ébredni szeretne, hanem már aki egyszerűen ébredve van, és annak az energiának megfelelően szeretne lenni, nem egy lehúzó energiába, nem egy félelem energiába. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hálásak lehetünk azért, hogy ezt éltetitek tovább, és nem tudom, még utolsó kérdésem, hogy mennyi felvétel van, ami Szepes Mária nénivel van. Tehát azok nálatok vannak egy archívumban, vagy pedig azok elérhetők esetleg YouTube-on. Mi a sorsuk ezeknek? Hát egyrészt nagyon sok felvétel van az alapítványnál, Szepes Mária alapítványnál. Másrészt, mint a mi iskolánk, a Szintézis Szabad Egyetem fővédnöke, ő, ha személyesen nem is egyetlen egy alkalommal eljött majdnem 100 évesen, 2000-ben Kereken, másik fővédnökkel, László Ervinnel, a Sotén volt egy gyönyörű nyitott napunk, de az összes többi jelentős napon videóüzenettel jelen volt. Tehát járkáltunk a Júlia utcába, beállítottuk a kamerát, Mária néni megszólalt, mint egy forgószél, feltámadtak az energiák. No hát ezek mind fel vannak véve, jó kezdetben VHS-en, ma már ez egy a megmosolygós technikai színvonal, de hát például most is, ezen a december 14-i rendezvényen is levetítünk, illetve említettem, hogy a Facebookon van egy Szepes Mária emlékest Facebook csoport, oda be lehet jelentkezni, ingyenesen nézhetők Mária nénivel kapcsolatos felvételek, előadások, egyebek. Tehát léteznek, és azt gondolom, hogy ezek nagy kincset jelentenek, és hogy telik az idő, és egyre inkább sokaknak emlékké válik Mária néni személyes jelenléte, ezzel újra és újra feltámad, és újra itt van közöttünk, és ez a célunk ezzel a december 14-i nyitott nappal is. Tamás, a lelkesedésed mindig magával ragad engem is, és az jutott az eszembe, hogy milyen jó lesz majd, amikor eljön az az idő, amikor azt, hogy mikor van jó egy ember, hogy mi a norma,
hogy egy embernek lenni kell, mondjuk minimum ehhez igazítsuk. Tehát, hogy ne az legyen, hogy megszoktuk azt a búval, búbánatos arcú, szomorú, lehajtott fejű embereket, és aki ettől eltér, azt furának tartjuk, azt mondjuk el van szállva, mitől lehet jó kedve, és megpróbáljuk kicsit egyenesre húzni a mosolyra, egyenesre törölni a mosolyt az arcáról, és hogy legyen ez a minta újra. Hogy legyen az a mintája újra az embereknek, hogy ne azon csodálkozzanak, amikor valaki jókedvű, hanem azon csodálkozzanak, ha valaki nem, és akkor tegyék meg azt, amit lehet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez a parázs, ez a fényecske mindnyájunkban benn van. Nekem is vannak bús napjaim, de él valami oldhatatlan optimizmus bennem, és akkor ráfúj az ember erre a parázsra, és lángra lobban. És jön a lelkesedés, milyen szép szó, lelkesnek lenni. Akkor érezzük, hogy ez a fény végig velünk volt, csak nem láttunk, nem figyeltünk rá, és egy nagyon-nagyon régi versenek nagyon szép zárósora, hogy és mint az lélek eltévedt lámpásaiban, fénnyel gyújtani egymásban fényeket. Tehát az együttérzés egymás felé, látni a másikban a fényt, és meggyújtani, hogy magasabban lobogjon, hát ezért él az ember, az összes többi, az csak kopott rutin, mit érne el nélkül az egész, ez a véleményem. Tamás, minden elérhetőséget megadunk, és hát akinek kedve van, nem tudom, klub is van? Tehát, hogyha valaki, hogy működik ez, hogyha valaki mondjuk, ha már Mária néni nem tudtam folyamot tartani, de mondjuk a Mária néni tanításait van, aki... Hát vannak különböző egynapos, vagy több alkalmas Mária nénihez alapítványhoz kötődő tanfolyamok, tehát érdemes mind a két helyen utána nézni. Egyrészt nálunk a szintézis szabad egyetemen olvasható, mert nyilván ugye az elérhetőség. Itt a december 14-e a legfontosabb, ami online és visszanézhető is, másrészt pedig a Szepes Mária Alapítvány. Tehát ajánlom szívből mindenkinek a figyelmébe, szerintem jó helyre jön. Hozzánk jön, itt van velünk Mária néni, és itt is lesz, itt is marad. Nagyon szépen köszönöm, Tamás. Én is köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát, és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu